Nemrégiben történt asszódi kormányablak átadása után június 9-én ünnepélyes keretek között a tőle 15 kilométerre fekvő Gödöllőn is megnyitották hivatalosan az új kormányablakot a Kotlán Sándor utcában. Az elmúlt időszakban Pest megyében, az elmúlt másfél hónapban azt mondhatom, most már több mint 5 kormányablakot adtunk át, és ma ismételten itt állunk, hogy átadjuk az ország 260. működő kormányablakát. Láthatjuk, hogyha már a statisztikákra hivatkoztam, meg szoktam említeni, hogyha például az új elektronikus személyigazolvány ügyintézést vesszük, akkor Pest megye egészen kiemelkedő 12%-os ügyintézési statisztikát mutat ezen új személyi okmányok esetében. Ezeket a fejlesztéseket minden szempontból alátámasztottnak tartjuk itt a megyében. Én azt gondolom, hogy ez a közigazgatás fejlesztésének a volumenét is megfelelően mutatja, melynek elsődleges célja az állampolgárok mindennapjainak a megkönnyítése. A cél tehát az elégedett állampolgár, az eszközünk pedig egy gyors és hatékony integrált intézmény, amely egységes szakmai elvárások mentén nyújt szolgáltatást a számukra. A magyar közigazgatási rendszer évek óta zajló átalakításának egyik alapvető újítása a kormányablakrendszer, aminek elsőrendű célja a korábbi bürokrácia központú állami ügyintézés emberközpontú, ügyfélközpontú, valódi szolgáltató ügyintézéssé történő kiterjesztése. A kormányablaknak ugye két, én felfogásom szerint két alapvető pillére van. Az egyik a lelki része, hogy úgy mondjuk, ez a nagyon magas színvonalú ügyfélfogadási vagy ügyintézési kultúra. Ezt a kultúrát, ha bemegyünk ide a újonnan megalakult kormányablakba, akkor láthatjuk. Tehát az ügyintézési kultúra, ami képzett és udvarias ügyintézőkön keresztül valósul meg, ez adja a lelkét a kormányablaknak, és ami a motorja, ha szabad így fogalmazni, az az informatika. 75 ezer okmányügyet intéztek az elmúlt évben a Gödöllői Okmányirodába. Ezt, hogyha megnézzük, akkor Gödöllő lakosságát plusz a Gödöllői járás lakosságát megnézzük, akkor ez azt jelenti, hogy minden felnőtt lakos Gödöllő és Gödöllői járásból legalább egyszer ügyet kell, hogy intézzen egy ilyen irodában. Én azt gondolom, hogy mindent megérdemelnek azok az ügyfelek és azok az ügyintézők, akik itt egy ilyen szép irodába fognak dolgozni, megérdemlik ezt az irodát. És nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy szóljunk itt azokról a kollégákról, akik dolgoznak. Szóljunk azokról a kollégákról, akik itt az ügyintéző pultok mögött dolgoznak, de azokról is, akik mögötte az informatikai rendszert, a járási hivatal, a háttérirodát, a kormányhivatal munkáját viszik. Nagyon nagy tisztelet nekik. A Gödöllői kormányablak június 6-án hétfőn megnyitott. Az ünnepélyes átadó ünnepség az a mai napon történt, 2016. június 9-én, de 3 nappal az ünnepélyes átadás előtt már az ügyfelek már nyíltan tudták tesztelni a rendszert. A munkaállomásoknak a száma az 18, 2 fotofülkével tudunk működni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egyszerre jön mondjuk személyigazolványt vagy jogosítványt csináltatni, akkor nem kell feleslegesen várakoznia, mert fotófülkéből is 2 áll rendelkezésre. A teljes alapterülete a kormányablaknak, a teljes földszinti résznek az alapterülete az 400 négyzetméter, a hasznos négyzetmétereknek a száma, tehát az ügyféltérnek a száma az körülbelül 200. Ami még nagyon fontos, hogy teljesen akadálymentes a bejárás is, meg a kiszolgálás is, tehát a fotofülkékhez egészen el lehet jutni akadálymentesen, egészen a parkolóból, ahogy kiszállt az ügyfél az autójából.
A gépkocsis megközelítésről annyit, hogy 120-as számmal üzemel a parkolónk, tehát 120 gépjárművel tudunk fogadni. A parkolás az ingyenes. Az okmányirodai funkciót teljes mértékben megtartottuk. Tehát az attól, hogy a mai naptól kezdődően kormányablakként működik a gödöllői ügyfélszolgálat, ettől függetlenül még az összes régen okmányirodában intézendő ügyet mi intézzük itt a Kotlán Sándor utca 3 szám alatt. Többen mondták, hogy miért ilyen távol van a város központtól. Hát nyilván a feladatok szétválasztásával mindenki igyekezett megtalálni a feladatok végrehajtására a legjobb felületet és lehetőséget. Sajnálom, hogy nem tudtunk az épületünk, a városháza műszaki állapota miatt olyan dolgokban gondolkodni a jövőt illetően, akár ezt a fejlesztést is a városközpontba tudta volna megvalósítani, de én azt hiszem, hogy ebben a dologban talán ez volt a legjobb, hiszen egy újabb döntés született annak érdekében, hogy nagyon szép és jó és komfortos, kényelmes, nem a hely szűke, nem beszorított helyen parkolók nélkül való megoldása legyen a kormány hivatalnak. Én örülök ennek a beruházásnak, és az elmúlt időszak bebizonyította azt, hogy megszokják az emberek és az ügyfelek és az állampolgárok azt, hogy egy város másik részén kell bizonyos jellegű ügyeket intézni. Annál is inkább mondom ezt, mert az elmúlt időszakban ez kialakult, illetve ugye biztosított a város egy buszközlekedést is ide, gépkocsival is megközelíthető, és hát Gödöllőn azért igazán nagy távolságok nincsenek, gondoljuk bele, más településeken azért jóval nagyobb távolságokra vannak különféle hivatalok egy településen. Más hivatal is van, ami nem a városközpontban van, tehát én azt hiszem, hogy jó döntés volt, és köszönjük azt, hogy erre forrást áldozott a kormány, és hogy valóban, aki még nem látta, feltétlenül megnézték, egy nagyon komfortos és korszerű körülményeket tud biztosítani ennek a szolgáltatásnak az ellátására. A hagyatéki ügyektől kezdve a szociális ügyeken át, a hatósági ügyekig, építéshatóság, olyan társadalombiztosítási, egészségbiztosítási ügyek, amiket nem tudok felsorolni, mert szám szerint 1100-ról van szó, tehát 1100 ügyről van szó. Én azt kérem mindenkitől, hogy az interneten a kormányhivatal.hu-n megtalálja azoknak az ügyeknek a listáját, ahol a kormányablakot fel lehet keresni. A kormányablaki ügyintézőknek a száma jelenleg 3 a gödöllői kormányirodában, de emellett még a klasszikus okmányirodai ügyeket, tehát személyi okmány és egyéb okmányok, valamint a gépjármű ügyintézés is folyik a helyszínen. Az ügyintézésről annyit, hogy 18 munkaállomásunk van. A 18 munkaállomásban 2 műszakban dolgoznak a munkatársaink, és a heti ügyfélszámunk pedig 1500. Tehát ez egy éves átlag. Valamikor, amikor a budapesti okmányirodák zárva tartanak, akkor érezhetően megnő Gödöllőn is a forgalom, ilyenkor magasabb. Az átlag ügyfélszámunk az napi 300. Azt gondolom, hogy mit rakunk ki az ablakba, az egy nagyon fontos kérdés. Az ablak és annak a tartalma, az egy központi kérdés, akár a közéletben, akár pedig az otthoni magánéletünkben. Az ablak ugyanis kapcsolatot feltételez, és ilyen ügyforgalom mellett, amelyet államtitkár asszony említett, valóban hibázhatunk, és néha hibázni szoktunk, ezért az ügyfeleknek a megértését szeretnénk kérni. A főváros és Pest megye az ország többi megyéjéhez képest az évi ügyiratszám tekintetében sokkal-sokkal nagyobb számokat produkál, sokkal-sokkal több ügy érkezik, és igen, néha benézzük ezeket a dolgokat, de én azt gondolom, hogy egyre kevesebb ilyen ügy van, és mindent elkövetünk azért, hogy a későbbiekben is egyre kevesebb legyen. A gödöllői kormányablak megnyitását jelképezve a nemzeti színű szalagot dr. Baltai Tíme a helyettes államtitkár, dr. Tarnai Rihárd kormány megbízott és Vécsei László országgyűlési képviselő vágta át. Majd a résztvevőknek lehetőségük nyílt az új kormányablak, illetve okmányiroda munkaállomásainak megtekintésére. Az átadó ünnepségen és az azt követő állófogadáson közreműködtek a gödöllői Chopin zenei alapfokú művészeti iskola növendékei. Thank you.
háromféle módon lehet az ügyintézőhöz eljutni. A legegyszerűbb mondja az az interneten való foglalás, az a kormányhivatal.hu oldalon belül a gödöllői ablakra kell rákatintani, és ott pedig az időpontfoglalás aktív linkre kell rámenni, ez egy kék színű link, és ott lehet bejelentkezni. A második módja az a 1818-as számon való telefonos bejelentkezés, a harmadik pedig, amiből a legtöbb ügyfelünk van, az pedig a személyesen megjelent ügyfeleknek a száma, tehát hogyha valaki személyesen megjelenik, akkor kap sorszámot, és sorra fog kerülni. Hétfőn 07 órától, tehát ez egy speciális időpont, hogy már reggel 7 órakor is nyitva vagyunk, tehát hétfőn reggel 7-től 17 óráig vagyunk nyitva, kedden 8-tól 18 óráig, szerdán hosszabbított nyitvatartás van, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól este 8-ig, tehát 12 órán keresztül vagyunk nyitva, tehát ezt kihangsúlyoznám még egyszer, hogy szerdán este 8-ig vagyunk nyitva, csütörtökön 08-tól 18-ig, és pénteken pedig 08-tól 16-ig. Tehát három napot érdemes megegyezni, a hétfőt, amikor hamarabb kezdünk egy órával, 07 órától, szerdán, amikor tovább vagyunk nyitva 20 óráig, és a pénteket, amikor pedig rövidített napunk van. Tehát ez a három speciális időpont van.